Bélapád falván vagyunk, a település központjában lévő kiállítóházban. Látható öt vitrínbe kiállítva a egykori Bélapád falvi kemény cserépgyár, vagy más néven kőedénygyár termékei. A gyárnak az alapítását tulajdonképpen a Egri szeminárium kezdeményezte annak idején. Az apátsági templom mellett lévő ott hagyott vagy felhagyott épület, melyet egykoron paplaknak létesítettek. Most ebbe először 1832-ben próbálkozott a szeminárium egy keramikus mestert idehívni. Ez pontosan volt egy Rieger nevezetű egyén, de nem jött létre a szerződés. Majd rá két évre, 1834-ben egy Schier András nevű keramikus mestert tudtak idehívni, aki végül is a fabrikát úgymond kialakította és elindította Bélapád falván a kemény cserépgyártást. Hát ugye kísérletezett, mert alap szándéka az volt, hogy porcelánt gyártson. Ugye itt Bélapád falva térségében a Cakód és Kukucsó részeken agyag állt rendelkezésre, de ugye a jó minőségű porcelánhoz még más egyéb is kell. Végül is a kísérletek során nem tudott porcelánt előállítani, és néhány év kísérletezés után a Schnier itt hagyta a manufaktúrát. Egy évig állt, majd a szeminárium szerződtetett 1842-ben egy Hüttner József nevű urat, aki bérelte az üzemet. Ő már elkezdett gyártani, hát szintén nem porcelánt, kemény cserepet, tehát a Hüttner időszakból már vannak termékek. Pár év után azonban ő is valami oknál fogva itt hagyta, vagy illetve fölmondta a bérleti szerződést. Na most nem költözött ki az üzemből, és ugye közben az érsesség kötött egy mással megállapodást, 1847-ben egy Aue József nevűnek adta bérbe. Hát ő elkezdte volna a gyártást, Hüttner még a régi épületben volt, így Aue a Bélapád falva délnyugati részén egy egykori papíros malomba kezdte meg, ott rendezkedett be, és ott gyártott edényeket mindaddig, míg ugye Hüttner ki nem költözött. Sőt, időközben őnek is letelt a bérlete, 1950-ben már egy földvári testvérei bérelték a üzemet, és a földváriak már visszatudtak költözni az apátság melletti épületbe, és tulajdonképpen ők kezdtek el nagyobb fejlesztést végrehajtott. De hát ők mintegy 16 évig bérelték a épületet, és ők már nagyon szép termékeket készítettek. Őket követték Dubravszky Sándor és családja, ez mintegy közel 30 évig bérelték és alkottak az épületben, majd Remenyik Béla és felesége volt, hát a Remenyiknek a felesége egri kötődésű volt, ilyen révén kerültek egyébként Egerbe nagyon sok termék, vagy került nagyon sok terméke a gyárnak. 1893-tól Nagy Zsigmond és fia vette bérbe az üzemet, és ez egy elég termékeny időszak volt. Na most ez már kicsit vízválasztó volt a edények vagy termékek formavilágát illetően, mert eddig csak kézzel festettek, majd ekkortól 1890-es évektől, hát ugye a Nagy Zsigmondék időszakától már a matricás festés is, tehát általában a tányéroknak a szélei nagyon sok esetben matricásak voltak, hát elég változatosak és szépek voltak, és a többi része volt kézzel festett. Nagy Zsigmondékat követte egy Schöflin Armandné, aki mintegy három évig bérelte az üzemet, majd őket követte a Pruzsinszky család, 11 évig voltak, 1909-1920-ig,
És a legtermelékenyebb időszaka ez volt a bélapátfalvi keménycserép gyártásnak. Majd 1920-ban a Pruzsinszkijék bérlete után ugye nem folytatták tovább. Az első bélapátfalvi kőedénygyár RTE lett a gyár, amely nek a fő részvényes egy pénzintézet volt. Hát ők mondjuk pénzük volt, de műszakilag és egyéb kereskedelmileg nem kellőképpen menedzselték a gyárat, és hát 1927-ben olyan veszteséges állapotba került, hogy eldöntötték a bezárását, vagyis 1928. februárban a gyár leállt, majd elkezdték bontani. Na most nagyon röviden a edényeknek a díszítéséről, ugye kezdetben nagyon egyszerűek voltak, sima körben egy-egy csík, vagy szőlőlevelek, itt látható például az a fehér tányér, tehát ezek voltak a kezdeti időszakok. Később ugye jöttek a különböző változatos virágos pinták, a purpur rózsás, ez a rózsaszín purpur rózsás, ugye ez lett jellemző a bélapátfalvi keménycserépre. Megjelentek a különböző feliratos tányérok, neves tányérok, nevekre készítettek. Aztán különböző vallási és politikai indítatású feliratos tányérok, éljen Kossuth Lajos, éljen a haza, ki Istenben bízik, nem csalatkozik, szóval ilyenekkel találkozunk. Ugye megjelent a Mi atyánkos tányér. Az 1896-os ezredéves kiállításra is készítettek és vittek terméket, ahol komoly díjazást kapott a kiállított termékcsalád. Kerültek ki az 1900-as párizsi és az 1900-as 4-es Saint Louis-i világkiállításra. A gyárnak üzletei voltak Észak-Magyarországon, nagyobb városaiba, felvidékre, Erdélybe kerültek a termékekből. A keménycserép gyárnak kutatója, nagy kutatója a egri levéltár, főlevéltáros a dr. Csifári Gergely, és az ő kiadványában a fenék jegyek alapján ugye be lehet azonosítani azt a kort, amikor a terméket gyártották. Például ez a tányér, aminek a fenék bélyegzője az Apát falván nagybetűs felirattal van, ez az Aue József időszakában készült. Ez a tányér, aminek a fenék bélyegzője kisbetűs Apátfalva felirat, ez a Dubravszki időszakában készült. Ez a tányér, amelyiknek a fenék bélyegzője 6 mm magas Apátfalva felirat, ez a Hübner József időszakában készült. Azt szeretném még elmondani, hogy Bélapátfalva települése 1905-ig volt Apátfalva, akkor fogadta el a helyi testület a Bélapátfalva nevet, tehát a tányérokon már az után, 1905 után készült tányérokon és termékeken már ugye a Bélapátfalva felirat olvasható. Az az anyag, ami ezekben a tárlókban kiállításra került, természetesen csak egy végtelenül keskeny szeletét mutatja be annak a nagyon gazdag szín- és formavilágú edénykészletnek, amit a bélapátfalvai keménycserépgyár a működésének évtizedei alatt legyártott és forgalmazott. Arra törekedtünk, hogy azok a látogatók, akik eljönnek megnézni ezt a kiállítást, végighaladva a tárolók előtt, egyrészt kapjanak egy összbenyomást azokról a termékekről, amit a keménycserépgyár előállított, másrészt pedig figyelemmel tudják kísérni azokat a fokozatokat, amik ezeknek az edényeknek az előállításában és a díszítésében megjelentek az évek során.
Hogyha végignézünk a tárlókban kiállított edények között, akkor valószínűleg nem fog a meglepetés erejével hatni az a megállapításom, hogy a kemény cserép gyártást egy végtelenül emberi tulajdonság hívta életre, nevezetesen az embereknek a szépség és a szép használati tárgyak iránti igénye. Tudjuk, hogy a porcelángyártás az 1700-as évek elején elindult Magyarországon, viszont a drága előállítási technikáknak és alapanyagoknak köszönhetően nagyon sokáig csak a legvagyonosabb réteg engedhette meg azt magának, hogy porcelánedényekkel terítse meg az asztalát. A szép iránti igény, a mindennapi tárgyak díszítése iránti igény viszont minden néprétegnél jelentkezett. És ez volt az az igény, amit a kemény cserépgyár alapítói felismertek, és úgymond meglovagoltak, és mindig törekedtek arra, hogy az ő általuk előállított termékek minden néprétegnek az igényét kielégítsék. Erre két jó példát is tudok önöknek mutatni. A vidéki embereknek az egyik legszebb néphagyományára és népszokására épít például a komatál hordásának az intézménye. Azok az édesanyák, akik frissen szültek és úgynevezett gyermekágyat feküdtek, gyengék voltak, erőtlenek voltak, és ilyenkor a rokonság összefogott, és igyekezett ezt a kismamát, amilyen módon csak bírta mentesíteni a házi munka elvégzése alól, ide tartozik a főzés is. Így tehát a rokonság szigorúan beosztva, hogy melyik napon kikövetkezik, minden áldott nap ellátta ennivalóval a családot. Az pedig, ami ezt a alapvetően szép gesztust egyenesen az ajándékozás magasságába emelte, az a tény volt, hogy az elkészített ennivalót egy nagyon gazdagon díszített, úgynevezett komatálban juttatták el a családnak. Itt tudok rá mutatni majd egy példát. Az a jellegzetessége, hogy sokkal mélyebb és sokkal nagyobb, mint egy átlagos tányér vagy használati edény. Tudjuk, hogy akkoriban nagy család volt a divat, és ahhoz, hogy mindenki jól lakjon, elég púposan meg kellett rakni ezeket a komatálakat. Gyönyörűen hímzett patyolatterítővel letakarva kerültek ezek átadásra. Ezzel párhuzamosan, hogy bemutassuk azt, hogy a mezővárosok már polgárosodottabb életvitelt vívő családjai is megtalálták az ízlésüknek megfelelő edényeket ebből a kínálatból, elmesélem azt önöknek, hogy, mint tudjuk, ebben az időben jött divatba a forró italok fogyasztása. A kávézás, a teázás, a forró csokoládé az uzsonnához, és ezt az igényt felismerve készültek aztán el a különböző kávéskészletek, teáskészletek, a tojástartó, a cukortartó, és mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az a polgári család egy szépen megterített uzsonnaasztalnál fogyaszthassa el a kávéját, vagy a forró csokoládéját. Ha végignézünk a tárlókban kihelyezett edényeken, akkor láthatjuk, hogy különböző szín- és formavilágokkal, díszítési technikákkal találkozunk. Különböző szakaszokat tudunk megkülönböztetni az edények díszítését illetően. Tudjuk, hogy a kemény cserépnek az alapanyaga ugyanúgy az agyag, mint például a porcelánnak is. Különböző adalékanyagok hozzákeverésével értékel azt, hogy kialakult a kőedény massza. Ez a massza azonban már nem volt arra alkalmas, hogy a fazekas agyaghoz hasonlóan munkálják meg, és éppen ezért préseléssel és öntéssel készítették el a különböző használati edényeket. Ez az agyag kiégetve és egy mázzal ellátva egy fehér alapot eredményezett. És ezt a fehér alapot nagyon sokáig nem is díszítették semmi mással, maximum a saját anyagában dombormintákkal látták el. Pár éven belül aztán megjelentek az apró stilizált kis díszítő elemek, néhány pont, vonalka formájában, aztán ezekből kialakultak a stilizált növénymotívumok, ami jellemzően a szőlőlevél volt, indákkal körbefonva, és ezek még mindig csak zöld vagy kék színben készültek el. És aztán kialakult az a fajta díszítő technika, amit, ha azt mondjuk magunkban, hogy bélapádfalvai kemény cserép, akkor legelőször magunk elé tudunk képzelni, és erre mutat egy nagyon szép és gazdag példát az, amit a tárlókban látunk. Voltak sablonok, díszítő sablonok, amiket nagy általánosságban alapként használtak.
Nem véletlenül tudjuk például akár egy hímzésnél, egy terítő esetében is, nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogy az a motivum hogy állhat össze, hogy az a virág milyen színű lehet, hogy melyik virággal együtt lehet használni, hogy hogyan kell kiadniuk a kész motivumot. Innen ebből az alapból indultak el azok a festők is, akik bizony minden egyes tányért saját kézzel festettek meg a festőműhelyekben. Ahogy az évek teltek, viszont óhatatlan volt az, hogy egy-egy festő ne csempészze bele valamilyen szinten a saját ízlését vagy stílusát ezeknek a tányéroknak a díszítésébe, és aztán pár év után már az avatott szeműek bizony ki is tudták válogatni, hogy melyik tányért melyik festő díszítette. Különböző korszakokat tudunk abban is megkülönböztetni, hogy milyen céllal készültek ezek a cserépedények. Bármilyen hihetetlen most már, ha a mai szemmel nézzük ezeket a gyönyörű termékeket, de bizony az elején teljesen mindennapi és átlagos használatra készültek ezek az edények. A tányérokból levest tettek, a kávés csészében kávét öntöttek, mi már ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert hogyha sikerül szert tennünk egy ilyen edényre, akkor el nem tudjuk képzelni, hogy azt ne díszítő célzattal rakjuk föl a falra és nézegessük boldogan a nap 12 óra hosszájában. Ők ezt teljesen természetes mindennapi használati tárgyként használták. Aztán a következő korszak az volt, amikor fölismerték az alkotók, hogy bizony ezek emlék- és dísztárgyként is kiváló célt szolgálnának. Ebből a korszakból származnak például a legismertebb női, illetve férfi nevekkel ellátott tányérok, a Bözsi, a Juli, a Sári, a Józsi, a Sándor. Ez egy nagyon kedves gesztus tudott lenni, hogyha valaki például névnapjára a komájának ajándékozott egy ilyen tányért. Ebből a korszakból származnak a különböző hazafias felkiáltással díszített tányérok, például az Éjjel Kossuth Lajos. Aztán jött egy következő vonulat, mégpedig a vallásos díszítésnek az időszaka. Tudjuk, hogy Bélapátfalva hála az 1232-ben épült csodálatos ciszterci apátsági templomunknak mindig is fontos és kiemelt búcsújáró helyszín volt, és egy apátfalvi búcsúi emlékfeliratú tányér például csodálatos emlék tudott lenni a búcsún járt családtagoktól az otthon maradottaknak. Ennek a vallásos vonulatnak az eredménye például a konkrét imádságok megjelenése a tányérokon. Itt látunk majd nagyon szép példát arra, amikor a Mi Atyánknak a szövege kerül 6, de néha 5 tányéron feltüntetésre. Ez később aztán kemény munkát okozott a gyűjtőknek, hogy sikerüljön minden egyes darabot hiánytalanul beszerezniük. Elmondhatjuk tehát, hogy a kemény cserép gyára működésének évtizedei alatt szinte egy páratlan és töretlen sikertörténetet mondhat a magáénak. Eljött az az időszak, amikor már nem csak a határainkon belül, hanem a határainkon túl is kedvelté váltak ezek az edények. Használatának és népszerűségének a végéhez vezetett, az a tény volt, hogy sikerült Magyarországon a porcelángyártást viszonylag olcsóvá és mindenki által hozzáférhetővé tenni, és a kemény cserépnek van egy olyan sajnálatos hátránya, hogy könnyen reped. És bizony, amikor megjelent az a porcelán, ami már megfizethető volt, ugyanakkor tartós, akkor egy nagyon komoly konkurenciát jelentett ezeknek a cserépedényeknek. És itt jön az a szomorú vég, amit mi, akik szeretjük és gyűjtjük ezeket az edényeket, nem igazán tudunk felfogni sem. Eljött az az időszak, amikor az emberek egyik napról a másikra kezdték teljesen értéktelennek tekinteni ezeket az edényeket. Ennek a ténynek köszönhető az, hogy például nagy magángyűjtemények úgy jöttek létre, hogy a gyűjtők szinte szó szerint a baromfi udvarból kérték el ezeket a tányérokat, ahol vagy a csirkéket itatták belőle, vagy a kutya kapta meg benne az aznapi vacsoráját. El kellett telni egy pár évtizednek ahhoz, hogy végre újra a saját értékén értékeljük ezeket az edényeket. Gyorsan leszögezem, tisztelet a kivételnek, ugyanis mindig is voltak olyan emberek, akik tudták, hogy milyen értéket képviselnek ezek az edények. Ennek a ténynek is köszönhető az, hogy komoly magángyűjtemények vannak, nem csak Bélapátfalván, hanem a településünkön kívül is. Fogunk majd látni egy ilyen magángyűjteményt itt Bélapátfalván, és én
Arra tudom biztatni mindannyiukat, hogy ismerkedjenek meg a bélapátfalvai kemény cserepekkel, látogassanak el hozzánk, semmiképpen ne hagyják ki a gesztenyés kiállítóháznak a kiállítását, és hogyha kedvet kaptak hozzá, akkor menjenek el, és nézzék meg a két magánkiállítást is. Szeretettel várjuk Önöket! Nekem a nagypapám az bizományosa volt a gyárnak. És ő, amikor a gyár befejezte működését, akkor maradt nála még ilyen cserépedények, és körülbelül egy olyan, az fölkerült a padlásra, és körülbelül olyan 40-50 darab még megmaradt. Amikor a régi házba ide felköltöztünk, akkor még az mind megvolt, de sajnos utána, amiből kezdtem ténylegesen gyűjteni a gyűjteményt, olyan 10 darab maradt meg, mert édesanyám elcserélte fehér tányírokért ezeket a tányírokat a pesti turistáknak. Tehát a 70-es években kezdtem el gyűjteni, és a gyűjtemény az úgy kezdődött, hogy sajnos itt Bélapátfalván, itt a bélapátfalviaktól nem nagyon lehetett ezt megkapni, megszerezni, és hát jártunk különböző régiségkereskedésekben, régiségvásárokban, és ott sikerült darabonként, két darabonként megvenni ezt a gyűjteményt, aminek most körülbelül a darabszáma egy 350 darab. Tulajdonképpen ez a fazekasság, a cserépedény és a porcelán között foglal helyet a kemény cserép árugyár, a kemény cserép magában, és ez annak idején ez fejlődés volt, mert ennek a törése, ha eltörünk egy ilyen tányért, ennek fehér a törése. A gyűjtés kapcsán nagyon sok emberrel találkoztam, és nagyon sok személyes motiváció is kapcsolódik a tányérokhoz. Például itt a mögöttem lévő tányér a Balta Gábor bácsi adta nekem, aki a szomszédunk volt, és ő 1909-ben született, és neki az édesanyja csináltatta annak örömére, hogy megszületett az egyszem fiúk. Ilyen személyes tárgyak közül még meg lehet említeni a kancsót, a Liktor Borbála királynő, királyfi, ez 1910-es, ezt is szintén a születésére csináltatták, ez egy büxenmártoni illetőségű hölgy, aki tőle én ezt személyesen, ezt ő neki a lányától tudtam megszerezni. A gyár fejlődését nagyon jól mutatják a tányírok, ahogy közeledünk a 1900-as évekhez, ugye a motivumok is változtak. Most ha végignézünk a gyűjteményen, nem időrendi sorrendben vannak felrakva a tányírok, de az egész kezdetétől kezdve ott lent lehet látni a kék epermintás tányírok. Az volt a gyárnak az egyik elsődleges termékei, akik ott vannak, azok még nem voltak annyira díszítettek, mint ahogy lehet látni a többieket. A kancsók ezek általában ezek használati eszközök is voltak, mert ugye ebből tálalták, vagy adták oda a bornak, általában a bornak használták, mert jelesebb ünnepekkel került az asztalra, és ebből töltötték a vendégeknek a bort. Aztán készültek használati tárgyak is, ilyen kávés készletek, aztán cukortartó, szósztartó, és tintatartó. Tehát a gyárnak a termékei között nagyon sok fajta és minőségű áru megtalálható. Dísztárgyakat is készítettek. Itt az asztalon látható ez a hordó. Ez világkiállításra készült, és bélapáti motívumokkal van tele. A bélapáti falvi motívumokat arról lehet megismerni, hogy a rózsának a közepe az fehér, mindig fehér, és a búzavirág, a kék, az pedig ez az érdekes kék, ez egyedül bélapátfalvi tányérokon lehet megfigyelni. Hát a gyűjtés, mint olyan, először én kezdtem el gyűjteni ezt a cserépedényeket, de utána nejem is bekapcsolódott, és ennek kapcsán ő még talán már most már lelkesebb, mint én vagyok. Csak ugye itt már az a gondunk ezzel kapcsolatban, hogy ugye a helyünk az már betelt, és nem
nem tudjuk már bemutatni rendesen, és nem, mi se tudjuk, mert sajnos abban a szekrényben is, amit a mögöttünk van, abban is ott még mindig tányira van tele, és akkor az pedig úgy jó, hogyha az ember ide följön, akkor itt mi kiszoktunk kapcsolódni gyakorlatilag ebbe a helységbe. Itt mindig találunk valami újat, valami új motivumot a tányírokba, mert gyakorlatilag két egyforma nem nagyon van, tehát nincs két egyforma tányír, hogyha nagyon megfigyeljük őket, akkor vagy a széle más, vagy a mintája más, vagy a rózsa nem úgy van festve, vagy nem az ugyanaz a szín, mert ugye a gyárban a festők azok voltak a csúcsmesterek, és a különböző mestereknek a kézmunkáit azt meg lehet különböztetni, tehát hiába, hogy ugyanazt a motivumot festik, de mégsem ugyanaz jön ki. Nagyon jó megfigyelhető a neves tányírokon, hogy például mindegyiken rózsa minta van, ott van ott egy Etel, meg egy Erzsin nevezetű tányír, ugye a közép minta az mind kézzel van festve, de mégsem egyforma a két rózsa, mert az egyiken nagyobb, a másikon kisebb a rózsának a mintája. Egyiken nagyobb a búzavirág, a másikon kisebb a búzavirág. A színe is más tud lenni. A magáról a technológiáról előbb már beszéltem, de ennek kapcsán még azt szeretném elmondani, hogy tehát voltak egyszer és kétszer égetett tányírok, ami a gyártás folyamatába kell beilleszteni. Az egyszer égett tányírokon, azokon meg lehet látni, azok mattak. Tehát azt rögtön az első munkafázis után, amikor kikorongozták, megfestették, akkor azt rögtön betették a kemencébe, és azok mattak. A következő, a kétszer égetett tányírok pedig lakkal bevonták, és azok fényesebbek lettek. Tehát érdekes, ezek érdekes tányírok itt van, hogyha megmutatjuk őket, például éljen Kossuth Lajos. Nem, soha. Aztán egy másik Kossuth Lajos, ami szintén. Aztán éljen a király, éljen a fegyverbarátság. Aztán megint éljen a király, éljen a haza, Isten áldása legyen a házon, aztán megint éljen a haza. Ez a Balta Gábor bácsié, akit mondtam, ismertem még személyesen is, sajnos már meghalt. Aztán itt vannak Légy Boldog Etel, Apátfalvi búcsúi emlék, amit mondtam, ugye, és akkor Légy Boldog Fáni vagy Tóni, aztán Lajos. Aztán érdekes módon még a motívumokban megtalálható ez a búzavirág motívum. Na most itt ugye itt lehet látni a tányírnak a közepe, az kézzel van festve. Ez a része, ez pedig matricás. Ezt úgy csinálták, hogy egy gumihengert itt végig nyomtak rajta. Vagy pedig ez is egy matricás tányér, ez már teljesen kézzel van festve. Ez is matricás, pedig ez három motívum van rajta. Amelyik nem matricás tányérunk, például ez teljesen kézzel van festve, itt nem használtak matricát ennél a tányérnál. Ez a tányér, ez is egy elég érdekes tányér, ugye ez elüt a szokástól, ez egy polgári kínáló tányér, süteményes kínáló tányér. A legfelső sarokban a madaras tányérok láthatók. A madaras és a kakasos tányírok láthatóak. Ezek gyakorlatilag majdnem mind más és más. Talán ez a kettő az, ami egyforma, de itt is ez sem egyforma, mert itt a madaraknak a fészke, ez piros a feje, itt pedig sárga a feje a kis madaraknak. Tehát ahogy festették a fönti, ha haladunk errefelé, vannak a keresztes tányírok, aztán vannak a kakasos tányírok, aztán vannak a neves tányírok, férfi és női nevekkel vannak, alul vannak a szőlőkosarasak, alul vannak a vázások, és alul megint vannak a ezek a három rózsások, négy rózsások.